Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kezdődik a pollen szezon. A nyír, a kőris és a nyárfa már okozhat gondot. Még több pénzt szán az állam a Határtalanul programra. Már a középiskolások is pályázhatnak. Fejlesztés. 90 millió forintot fordított a helyi idősek klubjára Tolna. Adományozás. A 7100 a Városod Alapítvány a szülészetnek segített. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A középiskolások is pályázhatnak 2019-től a Határtalanul programra, nem csak a 7. osztályos diákok. 2010 óta 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra állami támogatással, de a középiskolások bevonásával ez a szám jelentősen nőhet, jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bonyhádon. A programra idén 5,6 milliárd forint áll rendelkezésre. Az egész megyéből érkeztek tanárok a miniszterelnökség információs napjára, hogy aktuális információk birtokában tudjanak pályázni a Határtalanul programra. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskolából az elmúlt 7 évben több mint 300 diák jutott ki Erdélybe a program keretében, és 14 millió forintot nyertek erre a célra. A szervező azt mondja, mindig valamilyen tematika köré építik az utazásokat. Tavaly a történelmileg fontos helyszíneket látogatták végig Erdélyben, azelőtt pedig a magyar irodalom szempontjából jelentős helyszíneket vették sorra. 2012-ben, 7 évvel ezelőtt hallottunk erről a lehetőségről, hogy a Határtalanul program keretében magyar lakta területekre vihetjük el a 6. évfolyamos diákjainkat. Mi éltünk a lehetőséggel, és azóta is minden évben a 7. gyerekekkel felkeressük Erdélyt. Úti célul Erdélyt választottunk, hiszen kiépítettünk kapcsolatot testvériskolákkal. A Határtalanul program elindulása óta 9 év telt el. Ez idő alatt 300 ezer anyaországi diák látogatott el a határon túlra. Az államnak az a célja, hogy ez a szám tovább nőjön, ezért idén 5,6 milliárd forintot szánnak a programra. Továbbá kibővítették a pályázók körét. Mostantól ugyanis már középiskolások is pályázhatnak, továbbá megkönnyítették a pályázás feltételeit, és nem kötelező utazási irodát sem bevonni az út szervezésébe, mondja Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az a célunk, hogy minél több magyarországi diák tudjon egy határon túli régióba ellátogatni iskolai keretek között a kormány támogatásával, illetve az a célunk, hogy lehetőleg magyar diák úgy az iskolarendszert ne hagyja el, hogy ilyen keretek között ne látogatott volna el legalább egyszer egy határon túli magyar területre. A programra az iskolákon keresztül osztályok jelentkezhetnek a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT honlapján március 1-től. A pályázatokat április végéig lehet benyújtani. Több mint 90 millió forintot fordított a helyi idősek klubjának felújítására Tolna önkormányzata. A fejlesztés részeként mások mellett egy 40 fős étkezőt is kialakítottak. Tolnai, Paddi és Mözsi idősek műsorával kezdődött el az új napközis otthon átadása Tolnán. Az épület a településfejlesztési operatív program keretében teljes mértékben megújult. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették az elektromos hálózatot és a vizes blokkokat, emellett az ingatlan új tetőfedést és nagy kaput is kapott. Továbbá energiahatékonyság céljából az otthon teljes körűen hőszigetelték és napelemmel is ellátták. De a munkálatok során nem ez volt a legfontosabb szempont, hanem az, hogy az idősek minél könnyebben tudjanak átjutni egyik szányból a másikba, mondja a kivitelező. Itt a hátam mögött lévő épületrész, ami elkészült, ebbe az épületrészbe került be egy 40 fős étkező, mellé egy melegítő konyha, kiszolgáló helyiségekkel, WC-k, mosdók, öltözők, illetve egy gazdasági iroda került még az épületbe, a földszintjére, és az épületnek az alaksorába készült egy garázs tárolókkal, illetve egy gépészeti helyiséggel.
Az új ebédlő nagyon fontos az intézmény dolgozói számára, mert az a kultúrát körülmények közötti étkezés biztosítása mellett egyéb funkciókat is elláthat majd a közeljövőben. Akár szakmai napot, akár továbbképzéseket, akár az itt folyó ünnepeket, anyák napját, vagy egy karácsonyt, vagy egy farsangi bált, ami utoljára volt, meg tudunk szervezni. Ugye három idősek klubja tartozik az intézményhez, úgyhogy egy farsangi bálnál akár mindegyik klubot vendégül tudjuk látni, és van hely arra, hogy ezeket a rendezvényeket megtartsuk. Tolna polgármester szerint nagyon fontos, hogy a városban és annak környékén lakó idősek jó körülmények között, jó hangulatban töltsék el a hétköznapjaikat. Ezeknek az embereknek célszerű jól érezni magukat. Na most, ha már egyszer ez itt van, akkor mi azt gondoltuk, hogy miért ne legyen ez még szebb és még vonzóbb az időseknek, hiszen a szívünk csücske a gyerekek, de a szívünk csücske az idősek is. Topos forrásoknak köszönhetően Tolnán hamarosan újabb fejlesztések fejeződnek be, így rövidesen elkészül a helyiek által nagyon várt játszóház is. Nem esznek elég zöldséget és gyümölcsöt a diákok, és hasonló a helyzet a kálciumbevitelükkel is. Ez derült ki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének egy friss felméréséből. A kutatásba bevont 10 éves gyerekek harmadánál kritikusan alacsony volt a csontok növekedésében döntő szerepet játszó kálciumbevitele, negyedüknél pedig a zöldség és gyümölcs fogyasztás is messze elmaradt az ideális mennyiségtől. A tanulmány szerint az elmúlt években ugyan megtorpant a magyar gyerekek körében a túlsúlyosak és elhízottak aránya, ám a nem megfelelő táplálkozás még mindig jellemző a közoktatásban résztvevő legtöbb diákra. A tavasz beköszöntével megkezdődött a pollen szezon is. Az allergiásoknak most a nyírfa, a kőris és a nyárfa pollen koncentrációja okozhat panaszokat. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a megfelelő védekezésre figyelmeztet. A pollennaplót mutatja be a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársa. A személyre szabott naplóban az allergiások hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollen koncentráció összefüggéseiről. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet és a Bécsi Egyetem közös együttműködésében a pollennapról most már magyar nyelven is elérhető az interneten. Itt az allergiás tünetekkel rendelkezők vezethetik a tüneteiket és figyelhetik az összefüggést az aktuális pollen koncentrációval összefüggésben. A pollenszórás ellen úgy lehet legjobban védekezni, hogy a szellőztetést a minimálisra kell csökkenteni, a ruházatot és a hajat többször kell mosni, akár minden este, mert abban is megtaphatnak a pollenek. Egyre tovább emelkedik, és többfelé érhet el magas szintet a nyír pollen koncentrációja. Magas lehet a kőr is, a ciprusfélék, a tiszafafélék, valamint a kevésbé allergizáló nyár pollen koncentrációja. Közepes koncentrációban van jelen a juhar és a fűz pollenje, jelenleg a légkörben. Fontos azonban, hogy a pollennapló nem helyettesíti a szakszerű ellátást, így akinek a tünetei súlyosak, annak érdemes orvoshoz fordulnia. Április 23-a és május 10-e között zajlik Szekszárdon a kutyák idei kötelező oltása, írja a város önkormányzatának közleménye. A veszettség elleni oltás 4000 forintba kerül majd, a féreghajtó tabletta darabja pedig 100 forintba. Az érintett időszakban összesen 20 helyen lehet majd beoltatni a házi kedvenceket. Tovább folytatja jótékonysági akcióját a 7100 a Városod Alapítvány. Ezúttal a Balassa János Kórház szülészeti osztályának gyűjtöttek, és a befolyt összegből olyan gyógyászati eszközökre futotta, mely a Hosszan kórházban fekvő kismamák mindennapjain segít. Új matracok kerültek a Szekszárdi Kórházban arra az osztályra, ahol a hosszú ideig itt fekvő kismamák ellátását végzik. Az adományok a 7100 a Városod Alapítvány jóvoltából jutottak a kórházhoz, akik egy jótékonysági rendezvény bevételét fordították a beszerzésre. Az eladott jegyek egy részéből, illetve a befolyt adományokból tudtunk venni 7 speciális matracot a Szekszárdi Szülészet Nőgyógyászati osztályának. Különösen hosszú távon benfekvő betegeknek lesz ez jó, ikerterheseknek, akik heteket, hónapokat esetleg itt vannak benne az osztályon, vagy terhes patogén, más, magasvérnyomásos, toxémiás és egyéb kismamákat kedvezően fog befolyásolni az itt tartózkodásban. Répási István főorvos arra is kitért, ezek a matracok sokat segítenek az ápolásban. Papné Kozma Krisztina ápolási igazgató helyettes arról szólt, a felszerelések nagyban hozzájárulnak a felfekvések megelőzéséhez.
Ezek olyan speciális felfekvést megelőző kényelmi matracok, amelyek memória hapszivacs betéttel ellátottak, illetve a külső burkolata, a maga a matracvédőhúzat, az nem ereszti át a folyadékot, vizet, szellőzik, tehát egy nagyon kényelmes pihenést biztosít a rajta hosszan fekvő páciensek számára. A 7100 a Városod Alapítvány és a Kórház Szülészeti Osztályának kapcsolata ezzel nem ért véget, jelentette be a civil szervezet elnöke. A jövőben folytatódnak a mostanihoz hasonló jótékonysági kezdeményezések. Körzeti elsősegélynyújtó versenyt rendezett a Tamási Rendőrkapitányság és a helyi Vöröskereszt általános iskolás diákoknak. A gyerekek a programok során a biztonságos, elsősorban a gyalogos és a kerékpáros közlekedés alapvető szabályaival ismerkedhettek meg. A legjobb általános és középiskolás csapat, a Simontornyai Vabbottyán általános iskola és a Vályi Péter szakképzőiskola csapata jutott a megyei döntőbe. Az Európai Unió tagországai egységes álláspontot képviselnek a tekintetben, hogy egyben kell tartani az Európai Uniót, mert a globális versenyben itt sokkal hatékonyabbak tudnak lenni a tagországok, mondta Zubko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Az Európai Uniós nagykövet véleménye szerint a Brexit nem lesz hátrányos hatással a kint élő magyarok mindennapjaira. A felmérések szerint a magyar polgárok jobban ismerik az Európai Unió működési szisztémáját, mint a kontinens számos országának polgára, mondja Zubko Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője. Erről még felmérés is készül, az Euróbarométer szokott ezzel kapcsolatban is kérdést feltenni. A felmérés azt mondta, hogy az Európai Uniós átlaghoz képest a magyar polgárok nem csak, hogy jobban támogatják az Európai Uniót, hanem tájékozottabbak is, annak ellenére, hogy 15 éve léptünk csak be, és van, aki már alapító tagország. Ez több dolognak is köszönhető. Az egyik az, hogy lehet, hogy érdeklődőbbek a kérdés iránt. Másik pedig az, hogy a középiskolai tanrendnek része lett egy Európai Uniós alapismeretek oktatás. Amivel láthatóan egységes a maradó 27 tagország, hogy egyben kell tartani az Uniót. A képviselők jelentős része abban érdekelt, hogy ne legyen Európai Egyesült Államok, és a kérdések egy része maradjon a tagországi hatáskörében, és néhány kérdésben vagy stratégiában döntsön a közös gondolkodás, mondja a képviselet vezetője. Abban is egyetértés van, hogy az egységes piac legtöbb kérdésben jól működött, az országok gazdasági fejlődéséhez mindenképp pozitív módon járult hozzá. Tehát ebből a versenyből a statisztikák, kimutatások, elemzések azt mutatják, hogy senki sem jött ki kedvezőtlenül, vagy veszteséggel, tehát minden ország számára nyilvánvaló az egységes piacon belüli működéshoz pluszot és mínuszot, az összesítés az pluszt jelent, tehát mindenki kifejezetten a sikeres az egységes piacon belül, és a végszámadásban pozitív az egyenleg. Zubko Gábor a televízió vendégeként szólt a Brexit várható hatásáról, az unión belül zajló vitákról, melyek a működés jövőjét befolyásolhatják majd. Tolna páros világbajnok, többszörös VB és EB egyéni ezüst és bronzérmes maratoni kajakosa, Boros Adrián a párosban új társat választott. Az eddig vele sikeres Solti László helyett két feltörekvő tehetséges fiatal is beül Boros mellé a hajóba az év legfontosabb nemzetközi versenyein. Van új a nap alatt a Tolna megyei kajakkenuban. A Tolnai Kajakkenu Klub világhírű maratoni kajakosa 4 év után vált a párosban. Új fiúk ülnek be a nagyon sikeres hajóba Solti Lászlót pótlandó Boros Adrián mellé. Két jelöltje is van Adriánnak, a feltörekvő már bizonyított fiatalok közül. Előbb Máté Krisztián ül be mellé a hajóba. Idén új párral állok rajthoz. Meglátjuk majd, egyenlőre egyszerre vesztünk együtt, úgyhogy itt sok minden kérdéses, de én úgy gondolom, hogy vele is nagyon jól fogok tudni menni. Solti Lászlóval, mint mondja, nem végleg szakítottak, közös megegyezéssel döntöttek a szüneteltetés mellett. A Máté Krisztián specializálódott a maratonkajakozásra, míg a párja, aki világbajnok ezüstérmes, az kacsingat a síkvíz felé, tehát jobb egy ilyen specializált K2-vel készülni, aki csak erre készül, és nem megy rövid távon. Solti Lászlóval, mint mondja, nem végleg szakítottak, közös megegyezéssel született erről döntés. Regionális híreinkkel megyünk tovább.
tovább népszerűsítik a vadakat, vadhúsból főztek az iskolásoknak. Fegyvert vitt, pénzt nem. Éveket kaphat a pancser tolvaj. Minden eddiginél színesebb a két helyi tojásfa. Idén is elkészült a turista csalogató látványosság. Újabb állomásához érkezett Baranya megyében a vadhús népszerűsítése. Általános iskolás gyerekeknek főzték meg kedvenceiket vaddisznóhúsból kedden, és kóstoltatták meg velük ezt a ma még különlegesnek számító élelmiszert. A vadhús antibiotikum maradványoktól mentes, egészséges összetételű alapanyag. Megyékben pedig évente 1,2 millió kilogramm vadhús kerülhetne az asztalokra, iskolai menzákra. Ezért döntöttek úgy a népszerűsítésben résztvevők, hogy a legkisebbekkel ismertetik meg ezt az ételfajtát. Igazi különlegességet tesznek a gyerekek a pécsi Szébert Róbert általános iskolában kedden. Vadhúsból készült ételeket kóstoltattak a diákokkal ezen a napon. Nagyon egészséges a vadhús elsősorban. Kettő, egy picit érdekesebb ízű lenne, mint bármelyik húsnak, meg karakteresebb az íze. Viszont nagyon finom ételeket el lehet belőle készíteni, akár ugyanazt, mint a sertesből, egy marhából, csak hosszabban készül, vagy van, amelyik még rövidebb idő alatt. Ezért akár hetente többször is lehetne fogyasztani, ez a kóstoltatás célja. Amit kiskorban megszeret és megízlel, azt keresi azért nagy felnőtt korba is, és én úgy gondolom, hogy a magyar vadhúsnak a célvezeti értékét nem szabad hagyni külföldre ennyit kiszállítani. Több mint 90% elhagyja Magyarország területét. Az Agrárkamara mellett a megyei közgyűlés is a hazai vadhús népszerűsítésének élharcosa. Mutassuk meg a gyerekeknek, egy vakteszt segítségével kóstolnak levest, egy spagettit, majd később egy vaddisznó pörköltet, hogy ez finom, ez gyerek szájának is való, és úgy menjenek hozzá az iskolába, hogy anya, apa, én máma ettem valami olyat, amit eddig még nem, és ez pedig vadhús volt. Ezért jöttek ebbe az iskolába, ahol éppen egy menza program fut az egészséges táplálkozás jegyében. Ennek a közepén vagyunk, és egyébként így cseppentünk ebbe az egészbe bele, hogy egy csodálatosan szép tankonyhában rendeztünk egy megnyitó ünnepséget, és így szállt el ennek a híre. Jelenleg évente 40 dekagram vadhúst fogyaszt egy magyar a statisztikák alapján. Ezért fontos, hogy a gyerekeket megnyerve növeljék ennek az egészséges és kiváló minőségű élelmiszernek a népszerűsítését. A 2019. évi általános felvételi eljárásban országosan több mint 4300 fővel többen jelentkeztek a felsőoktatásba, ami 4%-os növekedést jelent a tavalyi jelentkezési számokhoz képest. A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma az országos változásoknál is kedvezőbben alakult. Az intézmény nem csak megtartotta, hanem javította is helyezését a vezető egyetemek között, ugyanis a negyedik helyen szerepel az országos ranglistán. Tudtuk meg Lengvárszky Attilától, a PTE oktatási igazgatójától. Ebben az évben örömmel tudja jelenteni a Pécsi Tudományegyetem, hogy az országos átlaghoz képest is jobb a Pécsi Tudományegyetem jelentkezéseinek a száma, mint egy 800 hallgatóval jelentkezővel van több, mint tavaly. Ez közel 13 ezer jelentkezőt jelent, míg az első helyes jelentkezők száma 400-al több, mint tavaly. Ez 6500 jelentkezőt jelent a Pécsi Tudományegyetemen első helyen. Súlyos éveket tölthet rács mögött az a trafikrabló, aki végül zsákmány nélkül távozott az egyik pécsi dohányboltból tavaly decemberben. A 36 éves férfi fegyverrel és maszkban akart rabolni, de azt mondta neki az eladó, hogy már nincs pénz a kasszában. A kezdő rabló ezt elhitte, pedig 500 000 lapult a pénztárgépben. De hiába távozott sikertelenül, a fegyveres rablási kísérlet miatt most évek várnak rá a rács mögött. Ez az a rácvárosi dohánybolt, amit ki akart rabolni az a férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A büntetlen előletű férfi tavaly decemberben határozta el, hogy pénzt szerez törvénytelen módon. Ezért beszerzett egy Flóbert típusú revolvert, valamint egy maszkot. 2018. december 13-án az esti órákban, maszkkal az arcán, kapucniát a fejére húzva, kezében a pisztolyt tartva belépett a trafikba, majd a fegyvert az eladóra fogta. Itt követelte az eladótól az aznapi bevételt, azonban az eladó ekkor azt mondta neki, hogy néhány
perccel korábban az üzletvezető a boltban járt, és a teljes bevételt elvitte, így a kasszában semmi pénz nincsen. Ekkor a férfi megfordult, a boltot elhagyta, majd az elkövetésnek az eszközeit, így a fegyvert, a maszkot, illetve a pulóvert egy közeli patakba dobta, és megindult gyalogosan a belváros felé. Ezek a képek a megtalált ruházatról készültek. A férfit a rendőrök a rablási kísérlet után egy órán belül elfogták. A cselekménye a fegyveresen elkövetett rablásbüntet kísérletének a megállapítására alkalmas, emellett még a lőfegyverrel visszaélés büntetét is megvalósította. A legsúlyosabbnak a büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a halmazatlanra tekintettel akár 15 év szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. Az eset érdekessége, hogy bár zsákmány nélkül távozott a rabló, a dohánybolt kasszájában valójában volt pénz. Közel 500 ezer forintot rejtett a pénztárgép, az eladó csupán megtévesztésből állította, hogy a kassza üres, amit a kezdő rabló elhitt neki. Több mint 8000 tojás díszíti a két helyi tojásfát, amelyre az ország minden pontjáról érkeznek a díszek. Van itt struc tojás, kicsi és nagy, textil és fatojás, vagy épp szerelmesek tojása. A színpompás fa mellett egy óriás szalmanyúl és egy 200 kilós hungarocell tojás is várja a két helyi főtérre tartókat. Itt van egy zöld is, látod? Narancssárga, zöld, mindenféle színű. A két helyi tojásfát csodálja ez az édesanya. Azt mondja, gyermekével minden nap kijönnek majd, amíg áll a dekoráció. Igazából mielőtt itt laktunk, soha nem láttam még ilyet. Szerintem máshol nincs is ilyen. És főleg a piciknek, a gyerekeknek nagyon tetszik, nagyon szép. A két helyi tojásfa 5. éve díszíti a város főterét. Kezdetben csak alig több mint 1000 tojás volt rajta. Idén ennek 8-szorosa került fel. Körülbelül másfél napba tellett idén feldíszíteni a fát. Igazából nem tudjuk a pontos darabszámot, mert amikor díszítettük, akkor nagyon-nagyon sokan hozták, idősek, fiatalok segítettek a munkában. Olyan 8700-8800 darab tojás került fel a fára. A fára az ország minden részéből érkeznek a díszek. Ez a tojás például egy soproni óvodából érkezett. Ez a Dunakanyar régióból, de az alapos szemlélő felfedezheti a siófoki víztornyot, vagy épp a nagyatádi motívumokat is. Szerintem a gyerekeknek is egy élmény, meg hát nekünk is, mert tudunk jó képeket csinálni, meg hát be tudnak pózolni melléjük, úgyhogy szerintem jó ez így. A tojásfát minden évben egy előregedett, kivágásra váró fából alakítják ki, a díszítést pedig a helyiek végzik. Elsőként a földön fekvő fára ráerősítik a tojásokat, majd miután a fa a helyére került, létráról akasztják a díszeket az ágakra. A fa és a húsvéti ünnepi dekoráció április végéig látható a két helyi főtéren. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Kezdődik a pollen szezon. A nyír, a kőris és a nyárfa már okozhat gondot. Még több pénzt szán az állam a Határtalanul programra. Már a középiskolások is pályázhatnak. Fejlesztés. 90 millió forintot fordított a helyi idősek klubjára Tolna. Adományozás. A 7100 a Városod Alapítvány a szülészetnek segített. Tolna megyében csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég, és időszakos szemerkélő vagy gyenge csendes esőre, hűvös időre készülhetünk. Mérsékelt, néha kissé élénk északi szél fúj. Éjszaka sem hullik jelentős csapadék, borult marad az ég. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!